Ojé! Köszönjük szépen! Jó pofa csávó ez a Muszka Sándor. Én úgy szoktam mondani, hogy ilyen teli szájú székely. Tele van a szája szavakkal. És azok ilyen öblösek. Nagyon szeretem. Most tőle hallhattatok egy verset, viszont az elkövetkezőkben első kötetes csávókat fogunk felinvitálni a színpadra. És már is felhívnák a színpadra egy nagyon, nagyon kedves személyt, egy aranyos gyereket, egy tök jó csávót, nem tudom. Szerintem helyette is beszélni fog igazából a dalszöveg, amit hallhattatok, mert most már dalformájában fogjátok hallani. Úgyhogy fogadjátok szeretettel a színpadon Marcsák Gergőt. Marcsák Gergely jön most fel a színpadra. És kedves közönségünk, az első vers, amit ő hoz ide nekünk, annak a címe... Hűlt hely. Pontosan. Mi is ez a hűlt hely? Honnan pattan ki ez az ötlet a fejedből? Miről szól ez a vers? Mi nem is tudjuk, a zenekar se tudja. Ez egy kicsit morbid történet, mert igazából egy... Tehát én Ungvár mellett lakom, Kárpátalján. És van Ungvár szívében egy temető, ami annak köszönheti, hogy még létezik, egy régi temető, hogy olyan embereket temettek oda, akik pestis járványban hunytak el. És tulajdonképp ettől a betegségtől féltek azok, akik exhumálni kezdték ott a maradványokat. Ezért mondom, hogy morbid sztori. De ez a szövegből kiderül akkor, hogy ezek a... Hát ezek a holtak hogyan mondanak köszönetet a pestisnek. Van egy olyan érzésem, hogy ez a vers, egy kicsit van benne egy kis irónia, azt jól érzem? Lehetséges, igen. Igen. Na, ezt az iróniát próbáltuk mi megfogni zeneileg. Reméljük, hogy ez sikerül majd átadni nektek. Viszont előtte hallgassátok meg Marcsák Gergely előadásában a saját versét, és majd hallgassátok meg azt is, hogyan változik át ez az egész szerzemény egy dallá. Oké? Okay? Hűlt hely. Sírfalirat a Kapos utcai temetőben. Mi visszaadtuk már a földnek, amit míg éltünk, adhatott. Kik itt laknak, hát nem pörölnek, és hátralékot sem hagyott senki a holtak táborából, még ott, a másik oldalon. Borostyán zöldje, hűvös fátyol alatt van minden sírhalom. Yeah, nagy tapsot Gergőnek! Köszönjük szépen! Nos, az az igazság, hogy volt egy olyan benyomásunk erről a versről, igazából olyan, hogy mint a táncolnának benne a halottak. Legalábbis nekem ez jutott eszembe róla, ahogy megszólalnak benne, és van szavuk a holtaknak, és rögtön eszembe jutott egy kép, ugye, ahogy egy másik kontinensen meg szokták ünnepelni a halottaknak az ünnepét, és az egy vidám sztori. Kábel, hogy ezt a hangulatot ráhúzzuk erre a versre, és így változott allá a mi szemszögünkből, a mi nézőpontokból. Ezt fogjátok most hallani. Hűlt hely! Oh, yeah! Betör, nyugalmas.
hallottunk egy csodálatos szólógitáros srácot, Ustis Pétert láthatjátok a színpadon, amit akit mindannyian Pepének szólítunk. Köszönjük szépen! Hogy tetszik?